Ilyen horderejű eseményekre egyáltalán nem jellemző, majdhogy nem zárt körű rendezvény keretében június 29-én vette át a Magyar Vistai Református Egyházközösség dr. Kövér László a Magyar Országgyűlés elnöke adományát. Azt a Bocskai Istvánt ábrázoló szobortöredéket, amelyet Vasadi Ferenc készített, és amely a Magyar Parlament épületének 21. századi felújításáig ennek homlokzatát díszítette. Magyar Vista első írott forrásos említése 1229-ből származik, és minden valószínűség szerint részleteiben még ma is álló első temploma is 13. századi. A többségében magyarok lakta település lakói az elmúlt századok során elsősorban földműveléssel, állattartással foglalkoztak mindaddig, amíg az 1870-es évek során megkezdett vasútépítési munkálatok okán olasz kőfaragó mesterek nem érkeztek a vidékre. Őtőlük tanulták meg a helybéliek a kőfaragás mesterségét, és váltak messzeföldön híres művelőivé. Hogy csak a legfontosabbakat említsük. Dolgoztak a Magyar Parlament épületének munkálatainál a 19. század végén, és ott voltak Bukarestben is a Nikolai Ceausescu által építtetett népháza munkálatainál 1989 előtt. A budapesti országház homlokzatának díszítő elemei között szerepelt Bocskai István erdélyi fejedelem egész alakos szobra is. Az időjárás viszontagságainak kitett alkotásokat az épület közelmúltbeli felújításakor másolatokkal cserélték fel. Az eredeti szobrok raktárba kerültek. Ezek között volt a már említett Bocskai szobor is, ennek restaurált fejrészét adományozta dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke a Vistai Református Egyházközösségnek. A 19. század végén került sor a Magyar Országház építésére. Nem tudom, kinek volt az ötlete, de jó volt. Kárpát-medence több településéről vittek építőanyagot. Magyar Vistáról például követ. Ezek a kövek kerültek bele, mint építő elemek, vagy díszítő elemek a Magyar Országház épületére. Egy nagyobb kőtömbből faragták ki Bocskai István szobrát, embernagyságú szobrát, amelyik a Magyar Országház homlokzatára került, és körülbelül 100 évig az országházat díszítette. Amikor sorra került az országház javítása pár évvel ezelőtt, akkor ez a szobor lekerült, az idő megrongálta, 100 év nem kevés idő, viszont a feje a szobornak, amit mögöttem láthatunk, elég épségben maradt, ezt felújították, és dr. Kövér László házelnök úgy gondolta, hogy jó lenne, hogyha ez a kő maga, mint anyag, egyúttal díszítő elem, Bocskai István fejedelmünket ábrázolja, hazakerülne. Az értékes középkori falfestményeket, kazettás mennyezetet őrző templom tehát egy újabb értékkel gyarapodott. A fejedelem szülővárosától és szülőházától alig 20 kilométerre
Bocskai István fejszobra újból hozzá méltó helyére került. A vistai kő pedig valamivel több mint egy évszázad után hazatért. Nem természet adta nyers formájában, hanem megmunkálva, átalakítva, a művészi ihlet által megnemesítve. Tehát nincs még vége a vistai témának. Tisztelettel köszöntöm a stúdióban Penkő Levente újságírót. Szervusz, jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Kívánok, köszöntöm a nézőket! Hát úgy, ahogy már említettem és a felvezetőben elmondtam, azért hívtunk meg téged, mert hogy Barótról származóként, de aztán Kolozsvárra kerültként úgy döntöttél családoddal együtt természetesen, hogy kiköltöztök. Miért éppen Vista? Hát ennek prózai okai vannak. De hogyha visszamegyek az időben olyan 80-as évek elejére, akkor olvasgattam a Malonyai Dezső Magyar Népművészet című 5 vagy 6 kötetes monumentális munkáját, és abban olvastam a Kalotaszek kötetet, ami egy külön nagy-nagy fejezet ennek az egész munkának. És hát engem nagyon megfogott mindaz, amit Malonyai rögzített Vistáról, illetve Kalotaszegről, valami miatt mocorgott nekem Vista fejembe. Semmi célzatosság nem volt, de egyszerűen csak bekattant, szép volt, rendben volt. Aztán eltelt sok-sok év, 20 év, vagy talán még több is. 2003-ban, amikor a Krónika munkatársa lettem itt Kolozsváron, akkor kerestem a helyet magamnak, ahol lakhatok. Illetve hát kerestük a feleségemmel. És hát Kolozsváron akkor árak voltak, hogy labdába se rúgtunk, tehát egy Byron utcai... Ismerős a helyzet, ugyanabban a hajóban neveztünk akkoriban. Ti viszont egy kicsit közelebb. Te 8 kilométerre tovább kerültél. Tiszucságban kötöttettek ki. A lényeg az, hogy szélesítettük a kört egyre jobban, és valaki Lázár Lehel, Szucságban lakó újságíró kollégát mondta, menjetek ki Vistába, az ott jó hely. Kimentünk. Szétnéztünk, beletelt egy olyan jó fél év, 8 hónapban, amíg mégis megtaláltuk a kínálat óhaj egyensúlyt, és akkor ott kötöttünk ki. Tulajdonképpen 2004-ben vásároltuk meg a vistai házunkat. Egy öreg, kis átépített ház, nem mi építettük át, hanem a korábbi tulajdonos, illetve mi rendbe raktuk, és 2008. december 24-én szenteste, az volt az a nap, amikortól számítódik a az ott lakásotok és az ottani életetek. Azt szokták mondani, vagy mondják, lehet, hogy rossz nyelvek, hogy hát a kalotaszegi emberek igencsak maguknak valók, és hogy a kalotaszegi települések, falvak, közösségei nagyon zárt körűek. Ti hogyan éreztétek? Végül is sikerült, befogadtak? Sikerült beilleszkedni? Igen. A válaszom egyértelmű igen, és ezt nem az udvariasság mondatja velem, hanem a tapasztalat. Hát az úgy történt, a megjelenésünk, nyilván egy kicsit furcsán néztek ránk, kik ezek, mik ezek az idegenek, bár hozzáteszem, hogy azért voltak úttörők, tehát voltak még, akik előttünk beköltöztek Vistába, Pálfi Zoltán, egyetemi tanársegéd a feleségével, Bíró Zoliék, nem is tudom, vannak egy jó pár, voltak már akkor egy jó pára, azután még jöttek. Ilyen, ahogy mondják, Kalotaszegen, jövevények. Vagy nálunk románul mondják, hogy vinyitúra. Igen, így van. Na és egy kicsit úgy méregettek az emberek természetesen, hogy kik ezek, mik ezek. Aztán emlékszem, hogy egy este a szomszédunk Pista bácsi átszólt így a kőkerítésen, hogy szomszéd, vacsorázott-e? Fogalmam sem volt, hogy miről van. Szóval mondtam, nem. Na akkor várjon. És megjelent egy kicsi pálinkás üveggel, 2 pohárral, azt mondja, vacsora előtt, Isten. Hoppá, ez már egy fél lépés volt a befogadás felé. Aztán volt egy másik eset, szintén Pista bácsi átkiabált egy este a szomszédom, hogy szomszéd, gyere által egy kicsit, segíts felemelni. Tudnélik traktora van, utánfutó van, mindennel ellátva, ekéje is volt, azt már eladta. És átmegyek, és nézem, hogy a traktor minden a helyén, gumidefekt nincs, kerekek a helyükön, mondom, Pista bácsi, mit kell felemelni? Azt mondja, eszni a poharat. Vacsora előtt. Na most, nehogy azt gondolja bárki is, hogy alkoholist
alkoholizálunk, vagy alkoholisták vagyunk, vagy hasonló. Nem, egyszerűen ezek ilyen apró kicsi gesztusok. Nyilvánvaló, hogy a kölcsön azért mindig visszajár. Na és emlékszem, hogy az igazi áttörést az hozta, amikor talán 2005-ben volt a második falunapkor, hogy szóltak a szomszédok, hogy színpadot kéne ácsolni, tudnál-e jönni segíteni. Hát mondom, székely embernek tartom magam, értegetek a fúrásfaragáshoz, egy-két dolgot azért megcsináltam az eddigi életem során, és mondom, persze, hogy igen, nagy szekercét befogtam a holnom alá, lementünk, összeácsoltuk, összekapcsoltuk, megkötöttük minden, másnap táncoltak rajta az ifjak, úgyhogy le a kalapba. És nyilvánvaló, hogy a falunapi előkészületek kell, mindig együtt jár a nagy takarítás, a művelődési ház környékén, kint, bent, stb. Környéket egy kicsit rendbe kell rakni, és ezzel együtt jár az, hogy az asszonyok szendvicseket készítenek, és a szendvics után nyilvánvaló jár egy-két sör mindenkinek. Na, és emlékszem, hogy mondták a falubeliek, hogy Levente, mi azt hittük, hogy maga egy ilyen városi kényes, ilyen sejemkezű legény, de magának úgy jár az ágyszekerce a kezébe, hogy le a kalappal, maga közénk való. Ennyi hát volt. Ezt én éppen nem tudom elmondani, hogy így járna az ászekert a kezembe, de mondjuk nekem is azért jó tapasztalataim és benyomásaim vannak. Miből élnek egyébként most Istán az emberek? Mert nem tudom, ez a kőfaragásos mesterség, ez még dívik? Természetesen még igen. Tehát valamikor a falu, ez a valamikor, ez úgy mondjuk a kollektivizálás előtti időszakra értendő, tehát a kommunizmus előtti időszakra. Ugye szó volt a bejátszásban is, hogy az 1870-es években, amikor épült a Nagyvárad, Kolozsvár vasút vonal, akkor jöttek az olasz mesteremberek, és kellett a munkaerő. Hát ugyanaz a jelenség volt, mint ahogy most elmennek külföldre munkát keresni az emberek. És nyilván helyben találták meg a vistaiak a munkát, nyilván értettek mindig is a kőhöz, tehát akkor fellendült a kő megmunkálás, a kőbányászat és kő megmunkálás mestersége Vistán. Tehát a lényeg az, hogy a falunak egyik része, akkoriban tekintélyes része a kő megmunkálásból élt, a másik része pedig a földművelésből. Jött a kollektív, szétvert mindent, sok-sok ember gyári munkára kényszerült, bejöttek Kolozsvárra, ingáztak, stb. 90 után pedig, hát ugye gyárak szűntek meg, ingázási lehetőségek ugyan megmaradtak a mai napig. Mi mindig van, aki ingázik a faluból, többen dolgoznak Kolozsváron köztünk, jó magam is, feleségemmel együtt, de van, aki kereskedelemben dolgozik, van, aki különféle szakmában Kolozsváron. De a lényeg az, hogy a falunak a nagy része még mindig a kőből él, kőbányászat, kőfel. Helybéli kőből? Tehát még helybéli. Mindig működik bánya is? Működik bánya. Egyszer el kell fogynia. Hát fogyogat, sajnos mondom én az elmondások alapján, hogy a kőrétegen levő földréteg egyre nagyobb, egyre több pénzbe kerül kiszedni alól, lekeszedni róla a meddőt, ugye, illetve hát a termőföldet is. És hát nyilván keresgetik a követ jobbról, balról a környéken, ha nem tévedek, Egeresről is hoznak, meg máshonnan. A lényeg az, hogy van munka bőven, elég jól megélnek belőle az emberek, és még mindig vannak idősebb emberek, dacára annak, hogy az európai normák megfojtották az állattenyésztés, a mezőgazdaságot, tehát ahogy szokás mondani, a Székelyföldön jól beakasztottak a romániai mezőgazdaságnak, de még mindig vannak olyan öregek Magyar Vistában, akik ragaszkodnak a hagyományos földműveléshez, kapálnak, kaszálnak, szántanak, vete állatot tartanak. Apropó földművelés, a föld maga, hogyha ilyen köves talaj, akkor megfelelő a földműveléshez, vagy a kő az bizonyos helyen van, és máshol jó a talaj? A kő az mindig lent van, lent, és a föld felette. Van egy olyan része a falunak, úgy mondják, hogy a kenderföldek, ez a nádas magyar górba, tehát nádas menti, tulajdonképpen a nádas árterülete, azok nagyon jó földek, nagyon jól termő földek. Iskola szempontjából hogy áll a falu? Az oktatás? Egy-négy osztályos iskola van, illetve óvoda. Ez magyar tannyelvű vagy vegyes? Magyar tannyelvű, igen. Nagyon sok gyermek, tehát 5. osztálytól felfelé Kolozsvárra ingázik, tehát azt úgy kell elképzelni, hogy reggel 3-4-7-kor, amikor beáll a busz indulásra a falu központjába, 40-50 valahány gyermekkel telik meg, és akkor jönnek be Kolozsvár különféle iskolába, de utána pedig haza. Én személyesen azt tudom, hogy hosszú évek, hát mondjam úgy idézőjelben, harca során és eredményeképpen sikerült elérni, hogy méráig például a Metropolis övezetet lefedően kijön a közszállítási vállalatnak az autó. A Vistában már nem jár, ugye? Még nem jár. Elmúlt 4 évben önkormányzati képviselő voltam, vagy a Vista képviseletében, negyed magammal a Borbói tanácsban. Borbó, igen, többször szóba került, több gyűlésen szorgalmaztuk,
abszolút pozitív volt a hozzáállása mindenkinek, polgármesternek, alpolgármesternek, mindenkinek. Valami miatt nem sikerült, nem tudom, valószínű, hogy a szolgáltatónak a óhaján vagy a beleegyezésen. Én is azt hiszem, hogy a szolgáltatót külön meg kell fizetni érte. Én úgy tudom, hogy, hogy minél távolabbra kell mennie, annál több pénzt kér. Nyilvánvaló. Az a cég viszont, amelyik egy magáncég, amelyik lebonyolítja a Gorbot területéről, beviszi az iskolásokat, illetve hát a felnőtteket is, mert 4 vagy 5 járat van naponta oda-vissza Kolozsvárra. Uh-huh. Tehát úgy kell elképzelni, Türe, Magyar Gorbó, Vista, Mér, mindenkit felszednek, mindenkit hazavisznek. Ez működik, de hát nyilván, amikor is tanév van, és oktatás van, akkor a gyermekek eleve elfoglalják a helyet, jövet is, menet is, és akkor hát picit előfordul néha, hogy lábon kell állni némelyeknek. Említetted a vistai napokat, most már minden évben megrendezik, ugye ezt? Igen, igen, hagyományosan. Nem tudom, 8., 9., 10., hányadik következik, vagy te sem tudod ezt most. Nem 12 tudom. Talán. Igen. Talán. Azért kérdeztem rá, mert hogy látszanak itt bizonyos képek is, hogy lefülmeztük azt az épülő félben lévő úgynevezett kalottavárat. Én úgy emlékszem, hogy 8-9 évvel ezelőtt is ez már azért épülő félben volt. Igen, így van. 2005-ben kapta vissza, igényelte és kapta vissza a Református Egyházközség a valamikori kántori lakot. Azt a kántori lakot, amit az 50-es évek elején államosítottak. Nekem mondjam neked, hogy én ott még bált is muzsikáltam 89 előtt. A régi művelődési házban. A régi művelődési házban. Így van. Azt miután visszakapta a... Itt van. Igen, ez az új. Ez illetve az a réginek az egyik része, a két bástyája, ami onnan hátrafele látszik, az teljesen új vadonatúj. Az most azt kell tudni erről, hogy az 50-es években a kántori lakot átépítették kultúrházzá, tehát falusi művelődési házzá. Mire visszakapta az egyházközség, az állaga annyira megromlott, főleg a nagy teremnek a falai annyira gyengék voltak, hogy a szakemberek a bontást javasolták, és teljesen újjáépítették. Lesz benne, illetve van benne kialakított tér konyhának, étkezdének, múzeumnak, kisfalu múzeumnak, kis könyvtárnak, vendégszobáknak. De az építés jó néhány éve egy kicsit megállt, most kapott a gyülekezet egy kis támogatást, éppen ezekben a napokban zajlik a belső vakolás, a nagyterem belső vakolása. Hozzá kell tennem viszont, hogy akadt azért egy-két-három vállalkozó, jó néhány vállalkozó, ja, aki támogatta a gyülekezetet nyilászárók felszerelésével, villamos hálózat létrehozásával. Magyarországról, Hollandiából jött segítség, vízvezetékre, stb. Bútorzatra, tehát szépen alakulgatnak a dolgok. Mondom, most zajlik a vakolás. Éppen emiatt egy kicsit kérdéses, hogy a szokásos július minden július utolsó vasárnapi falunap ezúttal meg lesz-e a vakolás miatt, vagy egy kicsit el kell odázni, ez még nem dőlt el. Egy kicsit humoros volt, mikor megérkeztünk, és ott álltunk meg az autóval az építkezés előtt. A tiszteletes úr sokkal hamarabb értesült, mint ahogy mi felértünk a papilakhoz, mert hogy megijedtek, mert valami baleset történt nemrégiben a munkások között, és azt hitték, hogy most kiszállt a nem tudom melyik televízió. Munkavédelmi. Igen, a munkavédelmi és a televízió, és most valami nagy baj lesz, úgyhogy rögtön telefonáltak a tiszteletesnek, hogy valakik itt vannak és filmezni akarnak. Mi nem oda mentünk elsősorban, persze, hanem fel a Bocskai szobrot filmezni. Jó, hát mégis ez egy záró kérdés, mert hogy elfutott az idő, tudnánk még bizonyára nagyon sokat beszélgetni. Miért jó, vagy bocsánat, fogalmazom másképp, jól tettétek, hogy kiköltöztetek? Én nem bánom egyáltalán, sőt, képzeld el, hogy amikor hazamegyünk ilyen rekkenő kolozsvári hőségből, ahol ráadásul nem elég, hogy az aszfalt ízzik, és az egész város ízzik, hanem még levegő sincs. Képzeld el, hogy hazamegyünk Vistába, ledobjuk magunkról a városi ruhát, egy dövid nadrágot, egy kis pólót, és beülünk a konyhánkba, az étkezdékbe, ami tulajdonképpen a régi pince. Ajaj. És jó hűvös gondolat. És ott van a szomszédban az oxigéngyár. Mi kell ennél jobb? Szokták kérdezni a kolozsvári barátaink, akiknek mondjuk, hogy Vistában hol lakott. Mondjuk, hogy az oxigéngyár, mert hol van az oxigéngyár, mikor épült? Hát mondom, vagy 40-50 éve. Hol? Melyik részében? Hát ott a hegyoldalban az ő. Jaj, az erdő. Igen, hát az az. Köszönöm szépen, Levent, hogy megosztottad velünk ezeket a gondolatokat. Tehát gondolom, hogy meggyőztél nem csak engem, de már nem kellett annyira meggyőzni, esetleg néhány nézőt is, hogy érdemes esetleg arra fele is fordulni, és nem csak a rekkenő hőségben, a városban. Köszönöm szépen, további minden jót kívánok.